Erika, a száraz edzésen vagytok túl. Miről is szól pontosan egy ilyen edzés? Általában minden jeges edzés előtt szoktunk szárazon is gyakorolni. Itt szárazon tudjuk kigyakorolni azokat a részleteket, amire ugye a jégen nem jut idő. Gondolok itt a lengőlábakra, a kezekre. Szinkronkorcsolyázásnál nagyon fontos, hogy egyszerre történjenek a mozdulatok. Zenében, a zene ütemére, hogy egyszerre dolgozzanak a lányok, és akkor ezeket a dolgokat szoktuk letisztázni száraz edzésen. Így gyakorlatilag végigveszitek azt a koreográfiát, ami majd a jégen történik. Pontosan így van, illetve konkrétan a lépéseket is szoktuk külön gyakorolni szárazon, hogy mindenki egyformán tanulja meg. A szinkronkorcsolyázásban nagyon fontos, hogy egyformán tanulják meg a lányok a lépéseket. Mit fejleszt egy ilyen edzés? Gondolom erőnlétben is sokat jelent, meg ha szárazon begyakorolják ezeket a lépéseket, a koreográfiát, akkor már magabiztosabbak a jégen is. Igen, de ezek az edzések, konkrétan amikor a kürt gyakoroljuk, vagy zenére gyakoroljuk a lépéseket, nem kimondottan az erőnlét fejlesztését szolgálja. Vannak külön erőnléti edzéseink, ott külön edző foglalkozik a lányokkal, és ott kimondottan olyan gyakorlatokat végeznek, ami az erőnlétet fejleszti. És a száraz edzés után annak rendje módja szerint következik a jég. Most mire készültök? A mai edzésen a rövid programot fogjuk gyakorolni, mivel jövő hétvégén lesz egy felmérő, egy megnézés, és hát ott mondjuk mind a két programot le kell futni, de lényegében a rövid programunk áll úgy, hogy már előadható állapotban, és akkor a kürből részleteket fogunk majd mutatni. És ha jól tudom, továbbra is várjátok a jelentkezőket. Valóban így van, az utánpótlás csoportunkba, aki kedvet érez, szeretettel várjuk a jelentkezőket. Káposztásmegyeren, a Jégpalotában vannak az edzések, hétköznaponként délután, illetve hétvégente a gyakorló jégcsarnokban, és 4 és 9 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk. Olyan lányokért leginkább, akik szeretik a zenét, a táncot és a korcsolyázást.